Még mindig maradunk a Kislány vagyok című filmnél, és ahogy ígértem itt a stúdióban élőben a vendégen Novák Angéla előadóművész. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Jó estét, sziasztok! Iszonyat égető a probléma, nagyon sokat beszélünk erről mostanában, de akkor mielőtt belevágnánk a közepébe, beszéljünk egy kicsit a filmről, mert most már elvileg sokan látták. Hogy engem mennyire rendített meg, az egy dolog, de hogy akkor kérlek szépen, első érzések, első gondolatok, első könnycseppek. Mi volt? Hogy volt? Hát én tudtam, hogy amikor meg kell nézni, akkor féltem, hogy majd hogy fog, hat-e egyáltalán. Mert nyilván nagyon gondolok valamit belülről ezekről a helyzetekről, vagy ismerem ezeket a gondolatokat, vagy érzelmeket. És hát egyrészt nagyon, nagyon szerettem azt, amit látok, de természetesen sírtam. Mert fájt az, ami velem nem történt meg esetleg. Vagy ami velem megtörtént, és ugyanezt láttam belőle. Úgyhogy, de aminek nagyon örültem, hogy ezt a témát, ezt úgy szokták feldolgozni bármilyen szempontból. Mindig kicsit bulvár szokott lenni. Mindig avval találkozom, hogy kicsit ilyen szenzáció, kicsit a furcsasága, az irrealitása, a megfoghatatlanságát látja a világ először ezeknek. És annyira örültem, hogy ez a film, ez a legegyszerűbben próbálja mutatni a leghétköznapibb, a legmindannyiunkkal megtörténhető oldalát mutatja. Mekkora erő van a családba, a filmbe? Hát én szerintem az anyának a filmje. Tehát nekem az volt csodálatos látni, vagy az volt nagyon megnyugtató, vagy az volt nagyon boldogságos, hogy vannak még nők a bolygón, vagy vagyunk még nők a bolygón, bárhogy mondhatom, mindenki vegye magára, aki úgy érzi, akinek egészséges ösztönei vannak. Egészséges anyai, egészséges női ösztönei vannak. Arra, hogy a gyerekét, akit megszült, annak lássa, ami úgy szeresse, ahogy kell, ne többet és ne kevesebbet adjon neki, amire annak a gyereknek szüksége van. És ez nekem nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy de jó, hogy lehet, hogy az én anyám nem volt ilyen ügyes, és bukdácsolt, de ha ezt bárki látja ezt a filmet, akkor azt fogja tudni, hogy nem baj, ha kétségeid vannak, nem baj, ha félsz, nem baj, hogyha azt hiszed, hogy elrontottad, nem baj, hogyha azt érzed, hogy nem tudsz segíteni, de mégis annyi, hogy szeretned kell. Tehát nekem a legfontosabb film, vagy a legfontosabb mondat ebből a filmből, ebből a dokumentumfilmből az, amikor az anya azt meséli, hogy amikor elvitte vásárolni a gyereket, és látta, hogy a gyereke boldog, akkor onnantól kezdve nem érdekelte a világ, vagy hogy mit szólnak, hanem látta, hogy az a gyerek úgy boldog, és holnaptól azt fogom neki adni, bármi is legyen az. Én iszonyatosan komoly hullámokon mentem keresztül, és a mondatokat ittam egyébként, amit az anya mond. Ugye az első kérdése a specialistánál, amikor fölküldik őket Párizsba egy hivatalos levélért, hiszen azt mondták, hogy ha van hivatalos levél, akkor lehet kislány. Nem arról beszélünk, hogy ő hogy érzi, ha van hivatalos levél. És nincs baj. Tehát én azt gondolom, hogy avval nincs baj, hogy a világnak kellenek a keretek, kell ahhoz, hogy... Szabályozás, hogy, vagy a bármilyen. Igen, szóval, hogy ez nem baj, mindannyian szeretjük magunkat, tehát hogy azért van zebra, hogy tudjuk, hogy ott kell átmenni, és hogy az nem tönkreteszi a világunkat, hanem lehetővé teszi, hogy túléljük, vagy ilyesmi. Tehát avval nem volt baj, nyilván a következményekkel inkább. És az mennyire szép volt, amikor a teljesen ilyen... Így kicsit tolva az anyuka ugye a kamerától, a Sasa van előtérben, és az anya ugye akkor bőgi el magát, amikor a nő egy fél mondattal azt mondja neki, hogy sok mindent tudunk erről, ami itt most történik, mi a neve? Gender diszfóbia. És azt mondja, hogy de amit biztosan tudunk, hogy nem maga tehet róla, vagy amit ön gondolt a terhesség alatt, vagy amit ő egészen eddig azon görcsölt, hogy ő mennyire van involválva ebben az egészben, és mondta neki, hogy de már fordult is vissza a doktornő a Sasához, és az anyuka ott látszik, hogy itt egy akkora kő esik le valahonnan, az egy csoda volt az a jelenet. Hát és az a szakembernek a csodálatosságát mutatja. Hogy az a nő, az ért hozzá, az átlátja, és pontosan tudja jól, hogy azt hogyan lehet közvetíteni egy anyának, egy gyereknek. A Sasának azokat a mondatokat mondja, amitől az a gyerek azt érzi, hogy oké, hogy rendben van, hogy nincs vele baj, az anyának meg azokat a feloldozó mondatokat mondja, amitől ő haza tud menni, és nem azt mondja a férjének, hogy elrontottuk, vagy tönkretesszük a gyereket. És azt is imádom, amikor a férjével megbeszélik, és az is iszonyú respekt, ahogy az apuka, ahogy ott az apa, annak a legfontosabb mondata, hogy nekem a Sasa.
olyan, amilyen. Mindegy. Az az én gyerekem. Szóval ezek a legfontosabb mondatok, hogy miért, hogy jutunk el szülőként oda, hogy a gyerekeinket azért, mert a társadalom, a világ, a politika, a hit, a vallás, nem tudom én, mibe kényszeríti, vagy a szomszéd mit gondol. Hát ez a szomszéd mit gondol, a kedvencem, hogy mindenkinek üzenem, hogy aki egész életében úgy élt, hogy mit gondolnak a faluba, és akkor szeretném kérdezni, hogy én is mit gondoltak. Nagyon durva. És ugye az egész iskola a többi anya, és nem érti, hogy a többi anya miért nem tud ezzel azonosulni az iskolában, ugye, hogy ezt miért nem próbálják meg. És amikor összehívják ezt az orvosnővel, összehívják ezt a beszélgetést, ahova persze mindenki eljön, csak ugye pont az iskola képviselői nem, hogy a doktornő beszél erről a gender diszfóriáról, remélem most jól mondtam. És az a durva, hogy pont azok nem jönnek el, akiknek erről többet kéne egy kicsit akkor kérdezni, meg tudni, hogy akkor ők, mint pedagógusok, ezt hogyan kezeljék a suliban. Ez mekkora, milyen elutasító és mennyire nonsens? Hát ez nyilván az a rendszer, tehát az oktatási rendszer, az a kulturális rendszernek a tükre, hogy a mássággal, bármilyen fajta mássággal tud-e, akar-e kezdeni bármit, vagy tehát hogy például én úgy nőttem föl Budapesten iskolába, óvodába járva, hogy erről a felnőtt társadalom nem vett tudomásul, nem vette tudomásul. Tehát, hogy a tanáraim, tehát néha szoktam beszélgetni utólag a szüleimmel, hogy nektek nem ment oda soha egy óvónő, egy szülő kollega, vagy egy kollega, vagy bárki, hogy figyelj, a te gyerekeddel látom, hogy ez van, az van. Akár segítő, akár bántó szándékkal. Vagy érdeklődő. Nem, vagy sehogy, érdeklődő, sehogy, nem? Sehogy. Hát jó, akkor figyelj, eljött a pillanat, mondd már el a te sztoridat. Hát a filmben minden megtörténik, vagy minden látszik, ami, és az például az én sztorim olyan szempontból fontos, ugye, hogy itt van ez a gyerek, a Sása, annyi idős, amennyi. És hogy ott azért aggódunk, vagy van egy olyan beszélgetés apának meg anyának, hogy bárhogyan is dönt majd, ha megváltozik, akkor olyan dolgokat teszünk vele, ami akár változtathat. Na hát itt vagyok, ülök én itt egy Sása, akivel ugyanez megtörtént minden lépésében, és hát nem fog megváltozni. Korban ez hol történt veled? Hol vannak a párhuzamok a filmhez képest? Hát nálam nincsen, hát ugye velem, én tulajdonképpen én éltem az életemet öntudatlanul, úgy, ahogy Sása él az életét. Ugyanezek voltak, hogy vehetsz föl, kislányul, hát nem vehetsz föl. Ha otthon szilveszterkor föl lehet venni a pörgős szoknyáját a nővérednek, egyébként a világban nem. Tehát, hogy a szüleimben volt, ők nem tiltottak, nem akartak, nem is gondolták, hogy velem baj lesz, vagy nem foglalkoztak vele, nem voltak hozzá elég tájékozottak, műveltek, nem tudom, bármi, nem volt hozzá látásuk. Tehát én magam a komaszodás alatt jöttem arra rá, hogy velem valami nem teljesen kerek, hogy az velem mi nem kerek, tehát én tulajdonképpen lett egy pillanat, amikor én 16 évesen átléptem egy olyan lépcsőt, hogy most még a Barbie-mal játszottam, és akkor rám zuhant a világban egy olyan probléma, amit nekem meg kell oldani, és nincs abban felnőtt segítség. És amikor én magamtól megkerestem a szavakat, a helyzeteket, hogy ez mi, micsoda nem, nyilván iszonyú mennyiségű kéttellyel gondolkodással, visszagondolva az életemre. Velem ez úgy történt, hogy én a kezembe került 16 évesen egy olyan újság, amiben írtak egy amerikai lányról, aki átoperáltatta magát, és abról egy pár oldalban leírták, hogy ez olyan korán kezdődött, ott támogató szülők voltak, és így egy cikk volt, ami az én életemet tulajdonképpen tökéletesen sematizálta, tehát láttam, hogy ja, hogy velem ez az volt a katalizátor? Tehát az hát volt az a... volt a felismerés, hogy jé, ennek is olyan színű a haja, mint nekem. Akkor én szőke vagyok. Tehát egy ilyen színvonalú valami volt, hogy ott volt az én életem leírva. Hát akkor velem is ez a baj. És akkor én oda nyilván magamnak az egy heuréka volt, hogy tudtam, hogy velem mi a baj a világban, és feltételezem, hogy tudatlan, 16 éves gyerekként, egy pillanattal felnőtt kor előtt, nem gondoltam azt, hogy ezt nem lehet. Hogy én egy olyan életet választok, ami nincs. A világ, a társadalom 50%-a szemében nincs. Tehát én jelen pillanatban úgy, hogy 20 évvel a műtétem után felnőtt emberként működve a társadalomban, családomban, barátaim életében résztvéve, én egy olyan életet élek, amit a társadalom és a világ 50%-a lehúzott a listáról, vagy sohasem írta alá, hogy létezik.
És ennek ellenére én élek, ennek ellenére élem az életemet, ennek ellenére megpróbálok normális lenni, ennek ellenére megpróbálok boldognak lenni. Tehát ez egy nagyon fura, nem is tudom, lelki erő kell hozzá valószínűleg ezeknél az embereknél, meg hogy ez egy sokkal fájóbb és sokkal nehezebb út annál, mint hogy ez szeszély lehessen. Ezek a Sassánál ugye nagyon rövid a dokumentumfilmnek az ideje, sajnos nem látjuk, amikor mondjuk 12 éves vagy 15 éves. Ez nekem egy nagyon nagy hiányérzet, és csomószor beszéltünk arról, hogy várod a második részt, amit nyilván egy dokumentumfilm esetében nem reális. De hogy mik azok a pontok, amik már azt mondod, hogy ez 16 éves korodban volt, aztán jött a 18, amikor már meghozhattad a saját döntéseidet, de nem hiszem, hogy ott voltak a legnehezebb pillanataid, nem csak a döntéseidet vagy a kételjed illetően, hanem a külvilággal kötött mondjuk kapcsolatodat. Egy különbség van köztem és a Sasha élete között, hogy például engem, mivel ez a teljes tudatlanságban és a teljes tájékozatlanságban zajlott, engem például mindig elfogadott a közeg. Tehát a gyerektársaim nyilván a fiúk lánynak kezeltek, ha úgy nevezük, csúfoltak azért, mert én, lányos mert vagy? Én nem fiú vagy. Hát nem azt mondták, hogy te nem fiú vagy, te egy lány vagy, és ők ezt csúfolásnak szánták, de hogy bennem ez nem okozott traumát, hiszen nem is egy percig sem akartam abba a gárdába tartozni. Viszont nekem például a nőkkel, vagy a lányokkal, vagy azokkal a kislányok, akik körbevettek, meg egész életem során engem a nők mindig elfogadtak egynek maguk közül valónak. Tehát sosem mondták azt, hogy te nem vagy lány. De, és annak ellenére, hogy tulajdonképpen tényleg ez a gyerekkori játékainkban, tehát tényleg az, hogy az óvodában, hogy miket játszottunk, és hogy mindenkinek volt egy kislány neve, ami neki, ahogy őt szólítottuk, és nekem is volt, én Ildikó voltam, a nővéremnek egy felnőtt barátnője számomra biztos ilyen idol-szerű lehetett, és mi úgy játszottunk, és nem mondták azt, hogy te ne legyél Ildikó. Tehát, hogy engem nekem ez a traumám például nem volt meg, hogy az osztálytársaim nem fogadnak el. Viszont a felnőttek nem vettek rá a tudomást. Tehát a felnőttek nem támogattak egy percig se, és nyilván, amikor én meghoztam a döntést, vagy felismertem, hogy velem ez történik, velem ez van, megvoltak a... És tudtam, hogy ehhez orvoshoz kell menni. Szerettem volna egy ilyen szakértőt, aki azt jó mondja, lett volna. Hogy nincs veled baj. Aztán nyilván eljutottam, tehát nekem tulajdonképpen 17 évesen voltak az első olyan orvosok, akikkel én szembeültem, csak akkor az már kész volt, tehát azon már nem volt mit vitatni, nem volt mit segíteni, a saját magam, és hozzá kell tennem a transz neműségnek, ezer útja van, és ezer periódusa, és ahányan vagyunk, annyiféle nehézséggel küzdünk a családunk miatt, a környezetünk miatt, tehát hogy nincsen egy séma, hogy ezen kell végigmennie, bárhogyan is megy végig. Tehát ismerek olyan transznemű embereket, akik heteroszexuális életből jönnek, majd aztán egyszer eszméltek, hogy az egy mindig minden tévedés volt. Nekem ez nem is volt. Tehát én amikor a szexualitásom aktivizálódott bennem, azonnal tudtam, hogy én hova tartok, vagy hova nem. Nekem nem volt útkeresésem. De ebből is ezer példa van. Vagy a Caitlyn Jenner Amerikában, aki vén fejére mondta azt, hogy merem, tudom, akarom vállalni, vagy oda jutottam. Személyesen ismerek olyan transznemű embert, aki a 40-es évei végén műtette magát, változtatott az életén, boldog azóta, és nekem azt mondta, hogy addig őt nem kínoszta ez a sors. Tehát, hogy ő lehet, hogy ugyanazt gondolta, mint Sasha, és ugyanúgy élte végig az életét, de soha meg nem fogalmazta szavakban, tettekben. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult, és szoktam mondani, hogy amilyennyire sokfélék vagyunk emberként, és amennyire sokféleképpen érjük meg az érzelmeinket, hogy mit mondunk ki, mennyire vállaljuk az érzelmeinket, gondolatunkat, van egy csomó ember köztünk, aki úgy fogja leélni az életét férfiként, akár nőként, hogy soha életében nem érezte magát ott jól. De nem meri, nem tudja, nem akarja. És lesz egy pár olyan úttörő, és sajnos azt gondolom, hogy akármennyire egy olyan világban élünk, ami ezt nagyon zokon veszi, hogy itt a gender őrülettel neki szembesülnie kell, vagy tudomásul kell vennie, azért, mert egyre több olyan ember van, aki valamiért azt a késztetést érzi, hogy ki kell tudnia mondani, hogy ő hogy igaz, hogy ő hogy őszinte, hogy ő hogy az, ami, mert valamiért már nem tud tovább, vagy nem akar tovább hallgatni, attól függetlenül ez még velük történik, ha nem szeretnénk, ha nem tetszik, ha nem jó, ha nem ilyen gyereket akarok, akkor is megtörténik velük.
És mit gondolsz arról, ugye a doktornő nagyon finoman figyelmeztet a lehetőségeknek, illetve a kimeneteleknek a sokféleségére, hogy előfordulhat, hogy meggondolja, vagy nem ez az, hogy ez a korhatár dolog például, ez egy jó mérföldkő, hogy azt mondani, hogy valamennyire 18 évesen megértünk, nem értünk meg semmire. Tehát 18 évesen érted, az egy hivatalos fordulópont, de hogy ez szerinted fontos, hogy azért mondjuk ne 10x évesen történhessenek ezek a műtétek, vagy hogy hát ez egyedi... valószínűleg a tudományról szól. Tehát ez arról szól, hogy amíg nincsen egy olyan valami egyértelműen 100%-osan nem tudom én, lebélyegezhető, beborítékolható pszichológiai teszt, vagy tudományos kutatás, vagy nem tudom én mit csinálni. Tehát őszinték vagyunk, akkor nincs 100 éve, hogy ezekkel az emberekkel foglalkozik az orvostudomány. Tök gyerekcipőbe járunk, tehát hogy csomó mindent tudunk, csomó mindent nem tudunk. Szoktam mondani, hogyha egy 70 éves pszichológussal beszélünk, ő még a transzneműségről úgy tanult, mint identitászavar, úgy beszélnek róla, mint egy probléma, és aki meg nyilván tisztában van a mostani kutatásokkal, az pontosan tudja jól, hogy egy fejlődési rendellenesség, egy fizikálisan kimutatható elváltozás az agyban, tehát hogy ezerféle folyamat van, ami zajlik körülöttünk, hogy mi készek legyünk arra, hogy mik azok a lépcsőfokok. Tehát van olyan kutatás, ami szerint 6 évesen egyértelműen megmondható egy pszichiáter szemével arról a gyerekről, hogy az transznemű, és hogy az hova tart. Van, aki ebben nem ért egyet, van, aki azt mondja, hogy igen, kell a pubertásig várni, a kamaszkorig, a hormonok elindulásig. Tehát, hogy ezt nyilván nem az én tisztem eldönteni. Szerintem semmi más nem fontos, mint az, hogy hagyjuk őt a saját sorrendjében, vagy a saját érzelmei által haladni. Mert nem vagyunk egyformák. Tehát van, aki nagyon korán fogja, és akkor ennek ilyen spirituális magyarázata is vannak szerintem, hogy ki az, aki nagyon korán tudja, hogy ő miért jött ide, mi a dolga, mit fog dolgozni, hogy hívják, milyen színű haja lesz, és milyen lesz a háza, és nyilván azt is tudja, hogy kivel akar átbabújni, vagy milyen neműnek érzi magát, és van, akinek meg ez egy tanulási, ez egy lassú folyamat, amíg magának, a világnak, a környezetének oda, nincs is köze az, hogy ez egy elfogadó szerető közeg, hanem az a lélek, az egy mennyire bátor, erős lélek. Tehát tök sok olyan embert ismerek, aki egyszerűen nem egy, tehát hogy én bennem mindig volt elég erő, hogy én amikor rájöttem, hogy nekem mi a jó, én nem leszek mártír. Tehát ha nekem egyedül kell élnem, onnantól kezdve egy szigeten, mert a világ vagy a bolygó kivett magából, akkor is így akarok élni, és akkor majd nem veszek részt a világba, mert engem nem fogad el. De nem mindannyian vagyunk ilyenek, tehát én azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha a szülő, a szakember azt figyeli, hogy az a gyerek hol tart, hogy neki mi a jó, hogy nyilván minél kevesebbet, nem lesz olyan, hogy nem sérül. Tehát az nincs ideális nevelés, abban nem is kell, de az, hogy ne bántsuk feltétlenül, hogy mondjuk az ne történjen meg, mint a Szássával, a balettmesterrel. Tehát, hogy mondjuk azt attól megvédje. Azt lehet. Hát igen, ott egyébként azt hiszem az anya is mondja, amikor legközelebb elmennek az orvoshoz, hogy ott csak azért viselkedett hibásan, mert hogy a nőre, a balettmestere, az orosz származású balettmester. És választulanul érte, nem hitte. Igen, hát ott azt mondta az anyuka, hogy ott rá kellett volna rúgni a nőre az ajtót, de hogy ezt ott annyira sokkolódott a szituban, hogy nem reagálta le, és azt bánta, hogy a Sasa mit él át, szegényke, hogy ettől megvédte volna. Összességében a film egyébként egy csodálatos példája a szeretet mindenhatóságának, vagy a család összetartásának. Hát meg a gyerek, meg nagyon szeretem, hogy tök jól látszik a család. Jól látszik, hogy a testvérei ettől nem frusztráltak. Sőt, a nővér azt mondja, hogy a példaképe és a védőangyala akarok lenni. Igen, tehát hogy látszik, hogy aki vele él, ezzel az látja, hogy az a gyerek mitől olyan, amilyen. Az nem ahhoz tesz, nem ahhoz képest ítéli meg a testvére, hogy most minek kéne megfelelni, hanem ő látja azt a gyereket olyannak, amilyen. Sőt, szoktam mondani, hogy szerintem transznemű embereknél a gyerekek általában nagyon tisztánlátóak. Tehát nekem például az én esetemben az én szüleim első körben elutasítottak, és ott volt az unokaöcsém, aki 1-2-3 éves volt. És mondta az én anyámnak, aki engem nem fogadott el, és nem akarta látni, hogy ugye az öcsi az nem fiú, hanem lány. A 2-3 éves gyerek közölte a nagyanyjával, és az anyám alatt nyilván gondolom megnyílt a nappali padlója.
És akkor az az ő harca volt, meg az ő fájdalma, meg az ő élete. De hogy ezt például tapasztalom, hogy a gyerekek ugye nem az alapján ítélnek, hogy milyen színű hajad van, meg hogy jó ember, vagy rossz ember, vagy szereted, nem szereted, meg annak lát, ami vagy. És akkor ez néha kellemetlen tud lenni, de hogy ez van. Ösztön. Az energia. Meg igen. Igen, hogy sokkal világosabb számukra. Tehát, hogy ha önazonos a dolog, igen, akkor ott igen, nincs kérdés igen, valójában. Igen, igen. És akkor hogyan volt ez a saját, ugye itt a család az nagyon támogató, a papa egyértelműen azt mondja, hogy nem érdekli, hogy ez hogy van. És a lányom, nem a tolerancia, igen, hanem a szeretet. Igen. És hogy nálatok ez hogyan volt a családon belül, ez még az evolúció? Még egy mondatra vissza akarok térni a gyerekekre, hogy azt is szerettem, amikor ott ült az idősebbik fiú tesója, és akkor mondta, kérdezte tőle, hogy mesélsz a Sásáról a barátaidnak, és akkor mondta, hogy hát elmondom, hogy tök korrektül a kisfiú, annyi idősen, ahány idősen, tök tisztán látva, és nagyon szerettem, hogy ott is a szakember megnyugtatta, hogy figyelj, tök szuper, de hogyha nem kell részletezni, akkor mondta, hogy ő a Sása. Ő az, ami, annak lássák, ami. Nem kell magyarázkodni. Tehát ezt is szerettem, hogy próbálja bennük azt sem erősíteni, hogy nektek magyarázkodni kell amiatt a gyerek miatt, vagy lelkiismeret furdásodnak kell lennie, hogy a Sása nem hozza úgy a normákat. Tehát az fontos volt. Tehát nálunk hogy volt, az volt a kérdés, igen, ugye, bocsánat. Igen. Hogy hát alapvetően nálunk úgy volt, hogy én tulajdonképpen akkor nagyon gyorsan felálltam abból a családból. Tehát én 16 évesen eszméltem, 17 évesen, tehát ott ez egy év alatt lezajlott minden olyan dolog, hogy én úgy döntöttem, hogy akkor én innentől kezdve én nőként fogom élni az életemet. Azt hittem, hogy ebben fog támogatni a család, de édesanyámnak ez nem volt túl nehéz lelki teher volt, és azt mondta, hogy ez nem, ő ebben nem tud részt venni, és akkor ezt az ő házában nem, és akkor én valamiért azt éreztem, hogy akkor innen föl kell állni. Tehát azt éreztem, hogy semmi baj, ez az ő életük, ha ők ebben nem akarnak részt venni. Habár nyilván nagyon csalódott voltam, tehát hogy amikor odaálltam anyám elé, akkor nem gondoltam, hogy elutasítani fog. Uh-huh. Tehát ha őszinte vagyok, akkor én azt hittem, hogy ő azt fogja mondani, hogy jó, értem, látom a te gyerek, az én gyerekem vagy, tudom, hogy ilyen vagy, és akkor hajrá, menjünk az orvosokhoz, majd segítem az utadat. Tehát az meglepett, de hogy bennem valamiért mindig volt annyi erő, hogy én azt mondom, hogy jó, hát akkor ez az én életem, akkor ezzel nekem kell megküzdeni, és én fogtam, és én 17 évesen kimaradtam az iskolából, és megkerestem azokat az embereket a világban, akik megpróbálnak támogatni, vagy elfogadni legalább, és elindultam a saját utamon. Viszont hozzá kell tennem, hogy azt azért elmondhatom, hogy nem volt akkor olyan felnőtt ember, akinek a szemében azt láttam volna, hogy ez van. Szóval nem találkoztam olyannal. Volt olyan, aki szeretett, megpróbált elfogadni, de nem volt olyan, akinek a szemében azt láttam volna, hogy oké. Okay. Hogy ez összefogta. Amikor azt mondtam, hogy felnőtt egészséges nő leszek egyszer, akkor ezt mindenki azt gondolta, hogy nagyon szeretünk, majd segítünk úgy, ahogy, de hát ez... És a happy end? Hát, a te filmednek a happy endje? Hát figyelj, hogy én életemnek a happy endje az, hogy engem a jó Isten szeretett mindig annyira, hogy valahogy mindig körém adta azokat a helyzeteket, embereket, engem megvédett attól, engem igazán nem, úgy nem bántott senki. Én, tehát, hogy valaki, egy okos ember egyszer azt mondta, hogy az én szüleim ugyan engem nem támogattak, de ne felejtsem azt soha, hogy nem is akadályozták. Tehát nem vertek meg, nem zártak be, nem tudom én, nem kaptam olyan nevelést. Tehát engem lehetett volna gyerekkorom óta büntetni, hogy én miért akarok Barbie babát, én megkaptam azt a Barbie babát, olykor fölvehettem a pörgős szoknyát, a tudatlanságukból nem érezték, hogy ebbe baj lesz. De nem baj. De nem is vertek meg miatta, és mondjuk például az édesapámnak volt egy nagyon... Az édesapámban volt egy ő olyan volt, mint a filmben, a Sása apukája. Tehát ő látta, hogy én vagyok, soha meg nem próbált rávenni, hogy focizzak, hogy állja, én legyek az a fia, aki majd nem tudott. Tehát ő pontosan tudta jól. De viszont nyilván nálunk anyám dönt, anyám mondja, amit kell, hogy milyen az élet, és az apám őt választotta, nem engem. És most mi van ebben a szent pillanatban? Hát, mi 4 évig nem beszéltünk, és 4 év után látták, hogy ez
ez tőlük függetlenül zajlik. Tehát, hogy ez velem ez megtörténik. Ha ők ebben részt vesznek, akkor is, ha nem vesznek részt, akkor is, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor ők inkább megpróbálnak szeretni vagy elfogadni. Lehet, hogy nincs velem akkora baj, mint amekkora első körben volt. Azóta édesanyám azt mondja, hogy ő tudatlan volt, és nem tudott, nem hallott erről. Tehát valószínűleg ez 21-ben, már Magyarországon, 2021-ben, ha ez ilyen történik, egy gyereke előbb fog elé kerülni egy dokumentumfilm, egy bulvárcikk, egy bármi ilyesmivel kapcsolatos információ, tehát azért talán több lehetőség van arról tudni. Természetesen pontosan tudom jól, hogy most is az ember, aki ebben nem tud azonosulni, akinek ez a vallása, a hite, nem tudom én, akármilyen nézetei miatt nem oké, aznak tulajdonképpen bármilyen gyerek is állhat előtte. És mennyire rázott meg azok a politikai folyamatok és rendelkezések, amik most éppen folyamatban vannak Magyarországon? Ezek szerint oké, hogy az univerzum és a jóisten védett téged, és volt egy ilyen, nem mondjuk azt, hogy nem rögös, hanem hogy de volt egy utad, amit végigjártál, de az biztos, hogy ez most már nem így történhet, vagy nem így tud történni egész egyszerűen. Hát jelen pillanatban Magyarországon valószínűleg nincs olyan, hogy szakvéleményt kap egy ember a problémájáról, nem tudom, hogy orvosok ehhez hogy tudnak hozzáállni. Valószínűleg az a helyzet van, ami az én esetemben volt, tehát amikor még velem ez elkezdődött, akkor az volt, hogy én sok pénzért külföldön tudok például operációt csináltatni. És sok év kellett ahhoz. Ugyan pszichiáterek adtak orvosi törvényszéki szakvéleményt arról, hogy én transznemű vagyok, tehát jogosult vagyok a műtétre, de semmi más, sem jogi feltételei nem voltak meg, jogi szabályozás, bármi. Tehát 2000-ben lett egy olyan törvényrendet, ami alapján a transzneműség, az akkor még nem transzneműségnek hívták, hanem transzszexualizmusnak, fejlődési rendellenességnek minősült, és akkor a TB-nek kellett finanszírozni, etc. etc. Ez már mind nincsen, mert visszafele haladunk, mert azt úgy néha kell, fordul a kerék, és most megint tragikus helyzete van, azt gondolom. Tehát például most egy Sását nevelő anyukának vagy apukának, hát azért az kemény. Kemény az, hogy abban, és nekem is ki kellett maradni az iskolából, mert nyilván mondták, hogy az nincs, hogy én lányruhába járok iskolába, csak azt hittem, hogy az akkor megtörtént, és most már nem történne meg, de mondjuk most például ugyanitt tart Magyarország. Tehát akkor azt sem támogatják, hogy a műtétet nem támogatják, magát... Hát nem adnak ki engedélyeket, tehát nincs olyan, hogy transzszexuális, vagy transzneműség. Ami lehetővé tenni a műtétet. Nem irathatod át a nevedet. Sőt, még megtörténhet Magyarországon az is, hogy visszamenőleg, ha valaki felébred a Sándor palotába, vagy ki tudja hol, úgyhogy nem tetszik, húzzuk le őket még jobban a listáról, akkor azt mondják, hogy visszamenőleg. Hát nyilván a belügyminisztériumban van rólam kellő mennyiségű papír az én előéletemről, tehát jön egyszer egy telefon, hogy fáradjak be, és majd akkor nyilván tudok menekült jogot kérni a világ egy-két pontján, hiszen valószínűleg nem nézném végig, csak nem akarom elhinni, hogy e felé tartunk, vagy ez lehet. Mert hogy ez nem csak velem fog megtörténni, hanem aztán majd más helyzetek is alakulhatnak így. Tehát én most nem lehetek Piringer Patrik? Most ott tartunk? Abszolút nem. Uh-huh. Nem. Tehát ha a pápa adja rá az áldást, lehet, akkor sem. Uh-huh. Egy ateistának az mondjuk fontos lenne, de... Bocsánat. De egyébként ez nagyon durva, és ez ugye ez nem csak ezt a problémát vetíti előre valójában, hanem hogy törvénybe, illetve kőbe véssük azt a fajta az empátiának, a szeretetnek és az elfogadásnak a teljes hiányát. Tehát, illetve tehát erre lehet támaszkodni, hogy igazából nincs erre szükség valójában, hiszen nem... De ez nem erről szól, hogy szükség, vagy tetszik, vagy nem tetszik. Tehát nekem az a megdöbbentő, hogy lehet valami olyanról, ami lehet, hogy nem a legcsodálatosabb, lehet, hogy nem a legsikeresebb, lehet, hogy nem a legbizalomgerjesztőbb dolog a bolygón, de azért van. Tehát, hogy most azért, mert most mondjuk nem tudom, a tölgy holnaptól nem elég szépen nő, és azért lehúzom a növények listájáról, attól még lehet, hogy lesz tölgy a bolygón. Csak mondjuk nem lesz neve, vagy majd kikerüljük, vagy majd nem tudom, mit csinálunk, vagy kivágjuk, de mindegyiket nem fogjuk tudni kivágni. Tehát, hogy én azt nem értem, hogy nyilván lehet statisztikákat alakítgatni megfelelő módon, meg elfordítani a fejünket, de ettől szóval, hogy sajnos... Tehát, hogy most, ha nagyon csúnyát mondok, akkor mi a Szájer Józsefek országa szeretnénk lenni? Vagy azok vagyunk?
Tehát, hogy mindegy, hogy mi van, csak hogy úgy valahogy valami másként legyen. De azért szeretném jelezni azért azt a korképet, hogy minél több frusztrált, traumatizált és boldogtalan embert gyárt egy társadalom, az azért annál szomorúbb élet lesz, és annál szomorúbb gyerekek, felnőttek, szülők, és kultúra, művészet, és nem tudom én mi. Hát annál nehezebb lesz bármiből is fölállni, illetve előrelépni, ahogy hát mondtad az előbb, ugye? Mert hogy az a helyzet, hogy így egyébként már nagyon sokat haladtunk visszafele, ókori társadalmakban ez egy teljesen elfogadott dolog volt, aztán eltelt nem tudom hány ezer év, és visszaléptünk ebben a kérdésben is egy csomót. De zárószónak csak annyit szeretnék akkor kérdezni, hogyha egy mondatban össze tudnád foglalni azt, hogy miért nézzük meg ezt a filmet. Hát mert szerintem egy csodálatos családot lehet látni, és a család az család, bármilyen formában, bármi, már bármilyen szereplői vannak, és hogy azért, mert hogy a szeretet, az azt gondolom, hogy annál erősebb energia, tehát mindig azt szoktam mondani, meg az igazság. Tehát, hogy én világéletemben úgy éltem az életemet, hogy mindig azt éreztem, hogy mindegy, hogy én milyen életet élek, de az, hogy én őszintén kimondom azt, amilyen vagyok, én azt merem, tudom, akarom vállalni, az igazság, az mindig egy erősebb energia volt, mint bárkinek a nem értése, a tudatlansága, a butasága, a haragja, az irítsége, tehát hogy soha nem tudott avval szembeszállni, és ezt látom ebben a filmben is, hogy mindegy, hogy az iskola hogy fog hozzáállni, hát látjuk, hogy ennek az anyának ott van az a hite, az az ereje, hogyha ő majd neki el kell egy másik iskolába vinni, akkor elviszi másik iskolába. Tehát, hogy azt látni, hogy egy egészséges család hogy működik. Nagyon szépen köszönöm, Angela, hogy itt voltál. Nem tudom, hogy tudunk-e jobban pushingolni ennél egy filmet. A Kislány vagyok című filmről van még mindig szó, mostantól kezdve egészen 10-ig megnézhető. Most nézzétek meg a fesztiválnak a spotját, az Igazság művészetének a spotját, és jövök vissza Klák Dáviddal, aki a nemzetközi zsűri tagja.